Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, sziasztok, engem Horváth Andrásnak hívnak, ez pedig a Belső Film című YouTube csatorna. És ahogy megszokhattátok már ezen a csatornán, a non-duális tanításokról beszélünk, a non-duális tanítóknak az iránymutatásait szeretném közelebb hozni hozzátok, mégpedig annak érdekében, hogy egyszerűen jobban legyünk, jobban érezzük magunkat. Azt szeretném megmutatni, hogy én milyen formában építettem be ezeket az iránymutatásokat az életembe, és ez milyen változást hozott szinte mindenben körülöttem, és legfőképpen a saját belsőmben, a tudatállapotomban. Arra gondoltam, hogy készítek egy tartalmat azzal kapcsolatban, hogy vannak bizonyos pontok, ahol az ember elakad. És sokszor érezhetjük úgy, hogy megakadtunk, és nem tudunk tovább menni, és elkezdődik valami azon a ponton, amire az ember nincsen felkészülve, vagy nincsen tudatában annak, hogy mi történik. Nem fogok nagyon sok újat mondani, mert hogy gyakorlatilag az elmének a csapdájáról van szó ismét. Akkor nagyon nehezen tudunk elmozdulni erről a holdpontról, és szerintem nagyon sokan megtapasztalhattátok azt, ha kifejezetten a meditációt nézzük, de egyébként sok egyéb szituációban is, de ha kifejezetten csak a meditációt nézzük, hogy elkezdünk vágyakozni bizonyos élmények, tapasztalások iránt. Hú, de jól éreztem magam a medibe 2 héttel ezelőtt. Elkezdem hiányolni, elkezd egyfajta elvárás kialakulni bennem, hogy ez egy jó állapot volt, amit ott megtapasztaltam, talán ez volt a legjobb állapot, amit eddig megtapasztaltam, és hogyha ez nem jön elő a következő meditációban újra meg újra, akkor elkezdődik bennem egy mozgolódás, hogy de most miért nem ezt érzem? Most mit csinálhatok rosszul? Miért van ez most így? És elkezdek ragaszkodni, vágyakozni az az állapot után, amit egyszer már megéltem. És nagyon érdekes, hogy ebben nagyon könnyen bele tudunk csúszni, mert hogy a meditáció sosem ugyanolyan, mindig más és más, de mindig teljesen oké, amilyen, de hogy közben meg van, kialakulnak ilyen preferenciáink, hogy ilyennek kell lenni egy meditációnak. Sőt, még az is előfordul, amikor ugye beszélgetünk emberekkel, és ugye valaki elmeséli, hogy hát képzeld el, ezt és ezt élem meg, és akkor elkezdem magamat hasonlítani hozzá, de hát ez nem lehet egy verseny, hiszen ez nem tud egy verseny lenni, mindenki a saját útját járja. Szóval arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy bármennyire az elme nagyon szeretné, hogy mindig egyre jobbak legyünk meditációban, mindig egyre jobb dolgokat éljünk meg, egyre szuperebb legyen, mert hogy az elme abszolút erre van ráállva, hogy újabb és újabb élményekbe kapaszkodva gyakorlatilag kialakítson benned egyfajta elvárást, egy vágyakozást, és nyilván kialakítson a vágyakozással együtt egyfajta elutasítást afelé, hogyha nem olyan, amilyennek szeretnéd lenni. Ez abszolút az elmének a csapdája. Abszolút az elmének a csapdája. Mert hogy azt tudom mondani nektek, hogy akármilyen a meditáció, teljesen mindegy. Az én feladatom az, hogy ott legyek benne, és letegyem a popsimat, és meditáljak. És az, hogy én mit élek meg, azt nem kell nekem címkézni. Egyszerűen csak legyek benne. Nagyon könnyen belecsúszunk. Én emlékszem, nagyon sokszor tapasztalom mai napig, hogy érzem azt, hogy fú, de jó lenne most egy picit tudatosabban felismerni azt az állapotot, úgy keresem magamban, úgy kicsit erőltetve, kicsit akarom, és nyilván amit akarok, ott pont az ellenkezőjét fogom elérni. Tehát nagyon erősen megjelenik egy preferencia, hogy ennek ilyennek kell lenni, nagyon erősen megjelenik a ragaszkodás, megjelenik a vágyakozás egy élmény, egy tapasztalás iránt, de hogy ez mind fogva fog tartani, és alapvetően egy ponthoz fog engem rögzíteni, és arról a holdpontról viszonylag nehezen fogok tudni elmozdulni, hogyha nem vagyok erre tudatos. Jó? Ezt figyeljétek meg, hogy amikor elkezditek címkézni az élményeket a meditációban, az most jó medi volt. Az nem volt olyan jó medi. Múltkor milyen jó volt. Aztán az olyan csodálatos volt. Ebben nagyon könnyen belecsúszunk. Vagy egyébként, ha egy társaságban vagytok, és látjátok, hogy ott van valaki, aki
kevésbé nyitott erre, de mégis elmondja, hogy milyen mélységeket ért meg, és pontosan tudod, hogy ezek sokszor csak tankönyvszerűen vannak fölmondva, és akkor úgy nyilván szeretnéd elmondani a te megélésedet, de hogy ez nagyon-nagyon nehéz úgy átadni, hogy ez ne egy elvárás, ne egy verseny legyen, ne egy te csendesebb vagy, én csendesebb vagyok. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ebbe a csapdába ne menjünk bele. Mindenki járja az útját. Mindenki járja az útját, még az az ember is járja az útját, akiről azt gondoljuk éppen, hogy felszínesen működik. Emlékszem, én is elkövettem ezt, és én is mondtam ilyet másokról. De akkor hirtelen beköszönt az, hogy hát nyilván az én mesterem meg valószínűleg rólam gondolhatja azt, hogy hát még messze nem tartott, de hogy ez nem erről szól, hanem mindenki járja az útját, és mindenki ott tart, ahol neki tartania kell. Mi is ott tartunk. Te is ott tartasz, én is ott tartok, ahol tartanunk kell. Ahogy minden meditáció úgy jó, ahogy van. Én emlékszem, amikor Sunny Sharmával beszélgettem, kértem tőle egy ilyen egy az egybe coachingot online. Beszélgettünk, nagyon nagy élmény volt. Akkor kérdeztem tőle, azt hiszem ez múlt év novemberében történt, kérdeztem tőle, hogy Sunny, történt velem egy nagyon érdekes dolog, egy 3 nap erejéig azt éreztem, hogy nincsen elmém. Eltűnt. Kicsit meg is ijedtem, és szerettem volna tudni, hogy ez most mi volt nekem. Ott megmutattak valamit, mit kell ezzel kezdjek. És nagyon egyszerű volt a válasza, és hogy nagyon-nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy ezt elmondjam most, mert hogy ez nagyon sokat hozzátett abban, ahogy gondolkodom én is a meditációra. Azt mondta, hogy ez jött és ment, és nem ezt keressük, hanem az állandót keressük. Tehát, hogy ez egy élmény volt, egy tapasztalás volt, de hogy ez a változó térben volt, és hogy nem ezt keressük. Ezek a tapasztalások, ezek jönnek és mennek, és ezek nagyon kellemes tapasztalások. Azt mondta, hogy ezek jó, meg lehet élni őket, abszolút lehet pozitívan visszagondolni rájuk, de hogy ne ragaszkodjunk hozzám, mert hogy ezek a változó térben történtek, tehát jött és ment, és mi nem ezt keresünk, mi azt kutatjuk, ami az állandó a háttérben, a megfigyelő, a vagyok, a jelen, a létezés, a feltétel nélküli. Vagyis azt mondja, hogy ezeket mind fogadjuk nagy szeretettel, de hogy menjünk tovább. És hogy én is ezt teszem, hogy akármilyen is a meditációm, akármilyen megélésem van, akár a meditációban, akár a meditáción kívül, azt megélem, befogadom, elfogadom, és természetesen, hogyha az jó érzés, akkor nyilván van egyfajta tudatosság részem, hogy ez most jó volt, de hogy igyekszem nem címkézni, hogy ez most jobb volt, mint tegnap, hú, ez most 2 héttel ezelőtt, hú, ez egyre jobb. Tehát, hogy ezeket próbálom egy kicsit mederben tartani, mert hogy az elme nagyon igyekszik ezen a fronton is nyomogatni a gombjainkat annak érdekében, hogy bezavarjon minket a sarokba, és egyfajta csapdába tartson minket. Szóval ne címkézzük. A tapasztalásainkat, a tapasztalások jönnek és mennek, ne akarjunk állandóan jó vagy rossz címkét ráakasztani, és ennek a különböző árnyalataiba se csúszunk bele, mert nagyon-nagyon könnyen. Ugye ez a duális világ abszolút ilyen, hogy mindenről alkotunk egy véleményt, mindent valamihez hasonlítunk, mindent össze akarunk hasonlítani, és mindent valamihez képest akarunk mérni, és ugyanezt hozzuk be, ugyanezt a mintákat hozzuk be a meditációba, ugyanezt a mintát hozzuk be a spiritualitásba is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a meditáció az végképp legyen egy olyan élmény, ahol megadom magam mindennek, és bármi, ami érkezik, akárhogy is érkezik, akárhogy lesz a meditációban, az úgy jó, ahogy, mert egyébként nem feltétlenül kell valami elképesztő nagy megélés ahhoz, hogy a háttérben meg komoly dolgok történjenek, komoly dolgok kerüljenek a helyére. A kettő nem jár együtt. Jó, úgyhogy nagyon, vagy nem feltétlenül jár együtt. Úgyhogy erre figyeljetek oda, mert nekem ez többször előjött már, és ezért is szerettem volna egy ilyen tartalmat erről készíteni, mert sokszor beköszön
hogy akkor most nagyon szeretném, hogy jobb legyen, még jobb legyen, meg még jobb legyen, és hogy közben nem ez a cél, az a cél, hogy benne legyünk, és teljesen semlegesen, egyfajta megfigyelőként, erőfeszítés mentesen ott legyünk a háttérben, és megtanuljunk nem reagálni bármilyen élményre, ami érkezik, és tényleg egyfajta megfigyelőként ott legyünk, és megtapasztaljuk az önvalónak a létezését. De ahhoz, hogy az életre kelljen, ahhoz meditálnatok kell, és meditáljatok sokat, naponta 2x20 vagy 2x30 percet legalább, és akkor mindaz, amiről itt ezen a csatornán beszélünk, az életre fog kelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, ne felejtsétek, a kifelé vezető út befelé van, találkozunk egy következő alkalommal, sziasztok!